Sziasztok! Ebben a videóban egy restaurant szerkezetet fogok mutatni. Pár napja Percy küldött nekem egy videót, melyben egy saját restaurant szerkezetet mutat meg. Úgy nézett ki a dolog, hogy egyébként komornyiknak nem el. Tehát úgy nézett ki a dolog, hogy megnyomott egy gombot, akkor odajött hozzá egy karakter, egy armor stand egyébként, és a chaten kiírta neki, hogy mit szeretne. És fölkínált három lehetőséget. Rákatintott valamelyikre, akkor ez a karakter elment, aztán nem sokkal később visszajött kezében a kiválasztott tárgyal, és ezt odaadta neki. És azt kérte, hogy építsem meg a saját elképzelésem szerint, én pedig elfogadtam a kihívást, úgyhogy most ezt fogom bemutatni. Egy zombit öltöztettem fel komornyiknak, kapott saját fejet, meg ilyen fekete ruhát, és Alfrednek neveztem el. A távirányító az most csengő, és még mindig a horgászbot, a répes horgászbot. Na, ha használjuk, akkor oda jön hozzánk, követ, így jól látszik. És ha utolér, akkor megkérdezi, hogy mit szeretnénk. Én is három lehetőséget adtam meg, de természetesen erre a mintára lehet többet is. Mondjuk tejet, menjünk sorba. Akkor azt mondja, hogy már hozom is, elmegy a ládához, felveszi a tejet, és visszasétál. És ugyanúgy követ, tehát hopp, oda dobta onnan. Hát igen, a távolság. Lehet kisebbre menni. Akkor mondjuk mennyi tortáért. És akkor ugyanez tortával. Gyere. Odaadta. És aztán újra megkérdezi, akkor most legyen a harmadikat is. Megmutatom pálinka, az is működik. És közben mozoghatok is. Parancsoljon. Ja. Minden teljesít. Egyébként a ládában nincsen semmi, de meg lehet úgy csinálni, hogy tényleg kivegye, materás. Na, ekkor egyébként a rendszer. Most gyorsan csak így az elvi felépítésén végigszaladok. Tehát tulajdonképpen az van, hogy ez a zombi egy falusit követ. Ez a falusi, ez mindig oda teleportál, ahol vagyok. Amikor így használom a botot, akkor bekapcsolja neki a mesterséges intelligenciát, a No AI taget. Ha közel ér, akkor pedig kikapcsolja. Ezért nem forog ilyenkor, nem csinál semmit, ott vár. Ha használom a botot, akkor visszakapcsolja, és akkor megint jön a falusihoz. Jó. Ha kiválasztok valamit, akkor a falusit a ládához teleportálja, úgyhogy oda fog menni a zombi. Úgy van megcsinálva, hogy amikor hiába használom a botot, akkor megmutatom, tehát kérek tejet, és most hiába kattingatok, oda fog menni. Tehát ilyenkor tojik rám. Aztán pedig újra hozzám teleportál a falus, és ugyanúgy követ a zombi, és ugyanúgy megáll. Jó. Ugye föl kellett venni előre egy score-t, ami azt számolja, hogy hányat kattintok, hányszor használom ezt a botot. Fölvettem egy játékoshoz nevű score-t, ami tulajdonképpen csak arra jó, hogy amikor a tárgyat hozzám hozza. Ez egy kicsit jobban bele kéne mennem a rendszer, hogy miért van erre szükség, az a baj, és nem akarok. Van még egy score, hogy milyen tárgyat hozzon, ez még egy fontosabb. Ha kiválasztok egy tárgyat, akkor ezekre a helyekre kerül egy reston blokk, hát amelyiket kiválasztom arra a helyre, és ez egy score-t állít. Tehát mutatom, tárgynak neveztem ezt a score-t. Tejnél egy, tortánál kettő, a pálinkánál pedig 3. És ha odaér a zombi a ládához, akkor ezt a score-t ellenőrzi a rendszer. Ha 1 volt, akkor ugye a replace item parancsal kap tejet, és így tovább. Aztán visszasétál hozzám, és ugyanez az ellenőrzés fut le, amikor hozzám ér vissza a tárgyal. Hogyha 1 volt, akkor én kapjak egy tejet, és így tovább. És akkor itt jön be, hogy miért kezd a játékoshoz tag, mert nem mindegy, hogy azért sétál hozzám, mert tárgyat hoz, vagy azért sétál hozzám, mert hívtam. Tehát két módot kell megkülönböztetni. Tehát az elvi felépítés valami ilyesmi, most így nem akarom konkrétan végigmutogatni a parancsokat, mert az sok idő. Akinek van hozzá, akit érdekel a dolog, az letöltheti, ott lesz a link a pályalat. A másik videónak is ott lesz a linkje.
azt is meg lehet nézni, és a kézikönyv óvjon titeket.